Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy kicsit nosztalgiázni fogok, és vissza fogok tekinteni a múltra, hogy honnan indultam el, hogy milyen terepasztalaim, illetve hát játékasztalaim inkább voltak az elmúlt 30 év során. Tartsatok velem a videóba, és nézzünk bele abba, hogy honnan indultam. Az első modellvasúti létesítményem, ha jól emlékszem, olyan 1992 környékén létesült, mégpedig egy klasszikus régi pikó startkészletből, ilyenből, mint amit most a képen is láthattok. Ezekről annyit kellett tudni, hogy a kis szíjhajtásos mozdonyok gyakorlatilag pár üzemóra után már nem tudtak önállóan mozogni, ugye a szíjhajtás problémái miatt, igazándiból a gőzösökkel tudtam körbe-körbe menni a pályán. Maga a terepasztal az így nézett ki, ezt az egyetlen egy képet találtam róla, ott az én vagyok. Látszik, hogy van ezen minden, mindenféle bazári dolog. A pálya terv nagyjából annyi volt, hogy ki lett rakva a kis ovál pálya belül egy kisebb körrel, és akkor körbe tudott szaladgálni rajta a gőzmozdony, a villanymozdony meg valahol állt. Magán a létesítményen ugye mindenféle játék volt, különböző ilyen kockák, illetve ilyen művirágokból készült némi ez-az imitálva a környezetet. Hát egy 4-5 éves gyerek ugye ilyeneket tud csinálni. Aztán olyan 94-95 környékén föl lett szedve ez a régi pálya, és egy új terv alapján új vágányzattal épült újra a terepasztal, illetve hát ez nem terepasztal volt, ez ilyen játszós asztal volt továbbra is. Megpróbáltam reprodukálni itt a Vintrekben az akkori pálya tervet, ez így nézett ki, gyakorlatilag szintén volt egy külső kör, illetve be tudott menni a vonat belőre, ott is volt egy kör, különböző csonkavágányokkal, illetve egy átmenő vágánnyal, ez volt gyakorlatilag az állomás része a kis asztalkának. Ez is ugye a klasszikus régi pikó kalapsinekből, illetve húsinekből készült. Üzembiztonságilag nem volt egyébként a legjobb dolog. Alapján véve így visszatekintve ez nem volt annyira rossz pályaterv, viszont azért mivel ekkoriban nem nagyon voltak tervező programok, és igazándiból csak úgy érzésre rakosgattam le a sineket, hogy kijöjjön valami, hát ennyit tudtam kihozni az egész történetből. Ha jól emlékszem, olyan 98 környékén lett ez az asztal bővítve, ekkor a meglévő asztalhoz kívülről pluszba toldások lettek fölcsavarozva, és egy sokkal nagyobb asztal jött létre belőle. Ez már 155x200 cm körüli méretű volt. Hát gyakorlatilag az történt, hogy ugye megmaradt a kis belső rész, majdnem, hogy változatlan vágánytervvel, és köré épült egy újabb külső kör, egy nagy állomással, meg nyílt vonallal. A kettő között volt egy átjárás, ezt itt megpróbáltam szintén megcsinálni Vintrekbe, így nézett ki ez az asztal, és fennmaradt róla egy fénykép is, így nézett ki. Hát nem túl sok látszik ezen talán, de azért látszik, hogy ez azért egy eléggé kis amatőr játék dolog volt. Maga a vágányterv az gyakorlatilag egy összevisszaság, pedig akár ki is lehetett volna belőle valami jó kis játszós dolgot hozni. Sajnos itt is ugye az volt a probléma, hogy nem nagyon voltak terepasztal tervező szoftverek, illetve hogy hát ugye a számítógéphez is ekkoriban még ekkor kezdtem el úgy foglalkozni vele, és itt is ilyen ad hoc módon gyakorlatilag megpróbáltam kirakosgatni a rendelkezésre álló sinekből valamit, és ez jött ki belőle. Ugye, ha megnézem így mai fejjel, így azt látom, hogy kapásból legalább egy fél tucat, vagy egy tucat olyan pont van, ahol ilyen banális hibákat követtem el rajta. Gyakorlatilag olyan kihagyott lehetőségekkel van tele az egész asztal, amit így tényleg fogom a fejem manapság, hogy ezt így miért. De hát ezen is túl kellett lenni, ezt is meg kellett csinálni az embernek, hogy tanuljon a hibáiból. Ez az asztal aztán egészen 2002-ig volt így ebben a formában üzemben. Ezen az asztalon rengeteg mindent tanultam igazándiból. Itt kezdtem el először ilyen statikus füvet használni bizonyos részein,
Itt gipszeztem, itt használtam először púrhabból készült terepet, illetve púrhabot, mint a terep alapja, amit aztán később ugye legipszeztem. Itt kezdtem el használni először kicsit komolyabb szakaszolásokat. Nagyon sok mindent tanultam ebből az asztalkából is, de hát ennek az asztalnak mennie kellett. Egyrészt azért, mert hát ezek a pikó úsinek, ezeknek elég hamar lejár a szavatossága, és le is járt, elkezdtek oxidálódni, elkezdtek egyre romlani a kontaktok, illetve hát ugye méretileg is ez az asztal elrendezés, ez az asztal, ez nem volt túl gazdaságos. Ugye a közepén ott volt egy hatalmas nagy hely, ami gyakorlatilag nem igazán volt jól kihasználható, és ennek ellenére meg nem igazán voltak olyan lehetőségek így forgalmi szempontból, amiket az ember ki tudott volna használni rendesen. Úgyhogy ez az asztal is ment, elvitte a lomtalanításon a kukás autó 2002 őszén. Ekkor kezdtem el építeni a következő asztalkámat, amit már ti is láthattatok, hiszen erről már készült videó is, igaz nem az első iterációjában, nem az első verzióban, hanem a későbbibe, ugye 2006 utáni állapotában van már róla videó. Ezt az asztalt viszont megpróbáltam már úgy összerakni, úgy megtervezni, hogy kikerüljem azokat a hibákat, amik abból adódtak, hogy korábban nem terveztem meg azt, hogy mit fogok építeni. Elsősorban itt továbbra is a klasszikus pikó, illetve hát ugye fugert sinekből építkeztem, viszont beszereztem egy pikó pályaterv füzetet, és ebből az egyik pályatervet néztem ki, amit enyhén módosítottam. Ez az a pályaterv. Én annyit csináltam vele, hogy a végig kétvágányú pályát lecseréltem egyvágányúra, és az állomást úgy oldottam meg, hogy igazándiból a két oldalt ágasztottam ki a belső vágányokat. Valamint ott belül is csináltam egy ilyen hosszabb háromvágányos részt, ahova az eredeti terv egy ilyen kis kétvágányos tiritolit írt, ott valami teher vagy konténer terminált terveztem, illetve hátul volt egy ilyen kis megelőző kikerülő vágányos rész is. Hát ez az asztal is klasszikus értelembe vett játékasztal volt, fűszőnyeggel, WC-kefefákkal, ilyen kis olcsó bolti fákkal, olcsó bolti épületekkel, természetesen került rá templom, mert az fontos, volt rajta egy felüljárós rész is, úgyhogy ez is egy ilyen viszonylag egyszerűbb valami volt, viszont ezen is rengeteg minden technikát, illetve dolgot tanultam meg, legfőképp, hogy mit nem szabad csinálni a későbbiekben. Ez az asztal aztán fel lett újítva, 2006 őszén le lett cserélve a vágányzata, az akkor már vállalhatatlan minőségig oxidálódott régi pikó ósinekről, rokó 2,5 mm-es rokó sín rendszerre. Ugye azért ezt választottam, mert nagyjából ezzel jött ki az a már meglévő vágány geometria, amit ugye a pikó sínekkel megcsináltam. Itt ugye módosult az asztalnak a vágányzata, és gyakorlatilag ez az a verzió, amit már ti is láthattatok ugye a legelső videóimba, és ez az asztal aztán így egészen 2009 őszéig üzemelt ebben a formában, később digitalizálva lett, hiszen a legelején ez analóg volt, illetve hát sok apró módosítást végeztem rajta, a legvégén rajta próbáltam egyébként ki a Fiszmannak a felső vezetékét, és egy hosszabb részt ott hátul, illetve az állomás egyik végén itt villamosítottam is. Illetve itt próbáltam ki olyan technikákat, mint ugye a rendes normális sinkavics, a sineknek az antikolása, különböző peronépítési dolgok, szóval rengeteg mindent tanultam ezen az asztalon is, de hát neki is menni kellett aztán. A következő terepasztalt szerintem viszont már sokan ismeritek, ez pedig a völgyzúrös terepasztal volt. Hát itt ugye az előző asztal bontása után azért próbáltam figyelembe venni az összes hibát, az összes olyan dolgot, amit korábban elrontottam, és megpróbáltam amennyire lehetett előre tervezni. Itt már rendelkezésemre állt a pályatervező szoftver, a WinTrack, és ennek segítségével terveztem meg az asztalt. Hibákat azonban itt is azért szép számban követtem el.
Az első az volt, hogy végül nem fért be arra a helyre, pontosan úgy a terepasztal, ahogy én azt terveztem, ezért egy laza 12-13 cm-rel rövidebb lett, ami fölborított mindent. Ezért volt olyan rövid az első vágány az állomáson, ezért nem fért el a második vágányon egy háromkocsis szerelvény, és bizony ezért lettek az alagútban található tároló vágányok is jóval rövidebbek. Azonban itt már igyekeztem azért picit tényleg magasabb szintre emelni a dolgokat, ugye ez eleve digitálisan épült ez a terepasztal, később ugye fel is lett szerelve foglaltságérzékeléssel, illetve ugye a számítógépes vezérléssel, úgyhogy ezen a terepasztalon tanultam meg igazándiból mondjuk úgy, hogy a 80%-át annak, amit most itt a mögöttem látható terepasztalon láttok. Itt is ugye sajnos azt a hibát elkövettem, hogy az asztal alapja az nem lett megfelelően stabil, ugye ha láttátok ugye a videókat, meg képeket, ott a két asztal találkozásánál ott mindig volt valami, ott mindig volt valami, ami nem úgy jött ki. Ez volt talán a legnagyobb rákfenéje, illetve az, hogy végleges verzióban ugye a megépített asztalon rövidebbek lettek az állomási vágányok. Sajnos a vége fele azért tényleg nagyon komolyan limitálta azt, hogy azért mennyire lehetett élvezni a terepasztalon a játékot, illetve nem nézett ki szépen az, hogy a leghosszabb vágányokra is gyakorlatilag cipőkanállal fértek be csak a szerelvények. Ezt aztán későbbiekben, ahogy volt egy pici hely oldalirányba, kibővítettem egy kis tároló résszel, egy ilyen 5 vágányos kis tároló résszel, ahova félre tudtam rakni a szerelvényeket. Ugye ezzel próbáltam kompenzálni azt, hogy nem volt túl sok hely ott a kis rejtett tárolóállomásán. Igazándiból kicsit fájt a szívem, amikor el kellett bontani, nem volt túl jó látvány így nézni, ugye a lecsupaszított asztalt a lomtalanításra kirakva, de hát ezt meg kellett tenni, hogy elkezdhessem építeni ezt a mögöttem látható új terepasztalt. Biztos vagyok benne, hogy itt is nagyon sokat tanultam, és még fogok is tanulni, és hogyha majd egyszer valamikor építek egy új asztalt, akkor rengeteg olyan dolgot már nem fogok elkövetni, amit itt elkövettem magam mögött. És nekem még ami nagyon fontos volt így a terepasztal építésben, meg az egész folyamatban az, hogy nagyjából olyan a 2000-es évek elején jött be az internet. És annak idején emlékszem, hogy azért ott voltak olyan kis weboldalak, mint például a Dampfnak a weboldala, Martis Gábornak a weboldala, Train Modellernek a weboldala, amit rendszeresen nézegettem, és figyeltem, hogy ők is hogy jutottak el egy adott szintről, egy magasabb szintre, és nagyon jó volt ezeket végigkövetni, és érdemes tanulni másokból, mások hibáiból, érdemes tanulni abból, hogy hé, itt van valaki, aki elkezdte így, és én is így kezdem el most, és hé, innen el lehet jutni ide. Érdemes élni azokkal a dolgokkal, amiket az internet és az online világ ad. Érdemes élni azzal, hogy meg tudjuk osztani mi is, és meg tudják osztani mások is a tapasztalataikat, azt, hogy mit, hogyan csináltak, honnan, hova jutottak el, és tényleg ezt próbálj meg úgy használni, hogy a jóra, nem pedig arra, hogy sajnos rossz irányba terelgessük a dolgokat, mindenki elindult valahonnan, jó esetben mindenki egy startsettel indult el, vagy azzal indult el, hogy örökölt valahonnan egy régi terepasztalt, vagy vonatokat, vagy pályát, vagy akármit. És gondoljunk bele abban, hogy mi is hogyan jutottunk el A-ból B-be. Mindig van hova fejlődni. Mindig tudunk újat tanulni. És szerintem pont a vasútmodellezés az, amiben nem lehet kijelenteni azt, hogy most már mindent tudunk. Hiszen ez egy folyamatos fejlődés gyakorlatilag. Fejlődik maga a modellezés is, a technikák, amiket használunk, a járművek, a modellek, a vezérlőprogramok, a digitális központok, minden fejlődik, és ezzel együtt nekünk is fejlődnünk kell. Vannak olyanok, akik jól csinálnak dolgokat, vannak olyanok, akik kevésbé jól csinálnak dolgokat, vannak olyanok, akik nagyon jól csinálnak, és nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, de tanulni mindig mindenki fog tudni valamit ebben a hobbiban.
úgy kell hozzáállni, olyan nyitottan kell hozzáállni a dolgokhoz, hogy, hogy megértsük azt, hogy bizony itt, itt egy hosszú folyamat van, és mindenki más részén van éppen ennek a folyamatnak. Most 30 év alatt jutottam el én ide. Lehet, hogy vannak emberek, akik hamarabb eljutnak ilyen vagy hasonló szintre. Lehet, hogy vannak, akik nem jutnak el, csak 40 év alatt. És nem szabad beleesni abba a hibába, hogy összehasonlítjuk magunkat valaki mással, aki esetleg egy másik szakaszban van. Tehát, hogyha például a kis no-name terepasztalomat, ha azt összehasonlítottam volna mondjuk ezzel, akkor úgy éreztem volna nyilvánvalóan, hogy úristen, hát én mekkora egy béna vagyok. Pedig akkor aztán mindent beleadtam. Nagyon-nagyon függ attól, hogy hova jutunk el és mennyi idő alatt a lehetőségeink is, hiszen vannak, akiknek jobb lehetőségeik, vannak, akiknek szerényebbek a lehetőségeik. Mindig változik az, hogy mennyi időt tudunk rászánni erre a hobbira. Valamikor több időt tudunk rászánni, akkor lehet, hogy hamarabb fogunk fejlődni. Valamikor kevesebbet tudunk rászánni, akkor bizony évekig akár ugyanabban az állapotban is leledzhet a terepasztal. És szerintem ne kövessük el azt a hibát, hogy bárkit is lenézünk azért, ahol éppen ő áll, és ha nem tudhatjuk, mindenki elindult valahonnan, gondoljunk erre. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót. Remélem tanultatok belőle valamit, remélem tudtam valami kis pozitív plusz dolgot hozzáadni, azzal, hogy megmutattam nektek most azt, hogy én honnan indultam el, annan, ahogy elmondtam nektek, hogy azért milyen nehézségek voltak. Használjuk ki azokat a dolgokat, amiket a mai világ ad, használjuk ki azt, hogy ha sok emberhez eljutnak a kérdéseink, akkor lehet, hogy onnan jó válaszokat fogunk kapni. Nem szabad abba a hibába esni, hogy önfejűen beburkolózunk a saját kis világunkba, és nem fogadunk el semmit. Érdemes olyan kritikákra hallgatni, amiket normális hangnemben fogalmaznak meg, és érdemes azokat a kritikákat, amiket nem normális hangnemben fogalmaznak meg, szépen ignorálni. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!